Széke népmese, szegény ember, se farkas. Hó volt, hó nem volt, túl a Hargitán es, egy kicsinke székely faluba lakott egy szegény asszony és az édes ura. Há ezek éltek nagy boldogságban, a szegénység mellettes, erős volt a megértéses, így aztán boldogok is voltak. Hanem egyszer azt mondja a szegény asszony az urának: ides lelkem, kimegy az erdőre, s hoz egy kicsinke fát. Te tudd meg, nincs mivel megfürdőzek, s megfőzem az ebédet. Szegény ember vette a tarisznyáját, kicsin kenyeret, szalonnát és hagymát is, s menjen ki az erdőbe, hogy fát hozzon a feleségének. Ha amikor kiír, nezegeti a nagy fát, és meg is találja, melyiket vágni ki, hozzá is fogott, és mikor éppen kidöntötte, és gondolta, hogy lehoppan egy kicsit, és megeszi a kenyerét, szalonnáját és hagymát is, hát uram, ne hagyj el, az egyik bokor mögül kilépett a farkas. No, hát nem is hiszitek el? Emberi szóval megszólalt. No te szegény ember, éppen jókor találkoztunk, tudd meg? 3 napja nem ettem egy faláskát se. Hát úgy gondít a gyomrom az éjségtől, mint a menasági nagy harang. Téged most bizony megesztek. Szegény ember, mi mondta a farkasnak? Állj, te farkas! Hát tudd meg, minden halálra ítéltnek van egy utolsó kívánsága. Ha nekem is lenne. Aztán mi lenne, azt kérdezte a farkas. Há, tudod, én olyan szívesen elcitaráznám a nautámat életemben utaljára, ha már meg akarsz enni, egy évem utána. No, nem bánom, én is meghallgatom, mondja a farkas. Szegény ember elővette a citarácskáját, és hát az olyan szépen citorált muzsikát a farkasnak úgy leesett az állának gyönyörűségtől, hogy kellett körcsökérni a szegény ember fejszéjét, hogy támogassa fel a nagy képűségtől. Amint a szegény ember befejezte, azt mondja neki a farkas: te szegény ember, nem eszlek meg téged, tudd meg. Meg lehetne tanulni citorálni te. Nézi a szegény ember a farkast, megpedri a bajuszkáját, és azt mondja: azokkal a barnák körmökkel nem nagyon lehetne te. Le kell lapítsuk őket, ha tényleg meg akarsz tanulni te. Ha hogy lehetne te? Kérdi a farkas. Há, tudod, én válunk ennek a fának az odalba egy kicsinkerést, kékeljük, te beteszed a 2 első lábacskádat, s meglapítsuk. S lássuk meg utána, hogyan tudsz citarálni, mert ezekkel bizony leszaggatod a citarámról a hurokat, te! Azt mondja, jó van, mondja a farkas. Szegény ember vágott a fának az udvarba egy kicsinkerést, kiékelte, a farkas bétette a 2 első lábacskájáról a körböketes, és a szegény ember kiúszta az éket. S hát tudjátok meg, a farkas akkorát ordított fájdalmában, hogy a 3. faluba Horváth Pázsi nénének a fekete macskája a híjukba ilyettébe megkölkezett. De ötödes, akkor a szegény ember szépgyesen összepakolta a tarisznyáját, vette a fejszétes a vállára, s menjen haza. Ha mit ordít utána a farkas? Állj, te szegény ember! Ha mit akarsz csinálni? Itt maradok bészerítve 2 első lábacska, s mit csináljon? A szegény ember visszafordult, megemeli a kalapocskáját, s azt mondja: jó, a farkas koma, a művészetért meg kell szenvedni. Hogy ordít-e azóta a farkas? Nem tudom. Ha ti arra jártok, nézzétek meg!